Igazi rangolót nyert még pénteken a Nyíregyháza Blue Sharks. Az NB1B-ben harmadik helyen álló cápák a második Veszprémet fogták meg idegenben, és arattak 70-60-as győzelmet. A küzdelem az, ami dominált, és annak ellenére, hogy a támadójátékunk egy picit akadozott, nem igazán találtunk minden szituációban megoldást a Veszprémnek a védekezésére. Ennek ellenére a saját védekezésünkkel mindent ki tudtunk javítani, és a végére már nem is kellett szoros végjátékba belemennünk, hanem az utolsó percekben már egyértelmű volt, hogy ki fogja megnyerni a találkozót. A cápák rövid időn belül viszonozzák a vendégséget, szerdán a Veszprém érkezik a Continental Arénába. A két csapat ezúttal a HEP Kupa negyed döntőiben mérkőzik meg egymással. Mindenképpen más mérkőzés, és más a súlya is, ugye, mert ha kikapunk, akkor nem jutunk be a négyes döntőbe, és ezt a Veszprém is tudja. Illetve ezen a mérkőzésen, amit a múlt héten játszottunk, látszódtak azok a hibák, vagy azok a lehetőségek, amiket még lehet támadni, és lehet változtatni a mérkőzésnek a végkimenetelén. Mi mindenképpen szeretnénk megtalálni még azokat a megoldásokat, amikkel könnyebben el tudjuk dönteni a találkozót, de igazából nem nagyon leszek mérges, hogyha nehezen döntjük el, de a saját javunkra fogjuk eldönteni ezt a mérkőzést is. Egy régi ismerős is csatlakozott a Blue Sharkshoz. A hátvéd és bedobó poszton bevethető Fazekas Csaba egy rövid debreceni kitérőt követően tért vissza a cápákhoz. Nagyon sajnáltam nyáron, amikor úgy döntött, hogy elmegy Debrecenbe, de ő azt mondta nekem, hogy mindenféleképpen A-csoportban szeretne játszani. Sajnálom, hogy nem sikerültek az elképzelései, és nem úgy alakult ez az év Debrecenben neki, ahogy szerette volna, viszont annak nagyon örülök, hogy újra a sorainkban van, hiszen Csabi eddig is hozzánk tartozott, és remélem ezután is még sokáig hozzánk fog tartozni, és nagyon örülnék neki, hogyha azokat az A-csoportos vágyakat, azokat itt Nyíregyházán tudná majd megélni. Fazekas Csabával tovább bővült a kötelezően bevetendő 1997-ben vagy később született játékosok köre a cápáknál. A játékos nem kölcsönben került a Blue Sharkshoz, hanem a teljes játékjoga visszaszállt a nyíregyházi csapatra. Fazekas Csaba minden papírja megérkezett már, így akár bevethető lesz a szerdai Veszprém elleni HEP Kupa mérkőzésen is.